ez a normál színe. És ahol megszúrja, ott világosabb, ilyen narancssárgás foltok keletkeznek. Ilyen világosabb színű foltokat hagy a vándorpoloska a paradicsomon. Kellemetlen szagú és rossz ízű is lesz tőle, mondta az ökológus még korábban. Tavasz van, a poloskák ilyenkor bújnak elő a házak szigeteléseinek réseiből. Nagy kárt eddig nem okoztak, de néhány éve megjelent két új Ázsiából és Afrikából behurcolt fajuk is Magyarországon. Igen nagy károkat tud okozni azokon a helyeken, ahol növényvédőszert, tehát rovarirtószert nem használnak. Hol nem használnak rovarirtószert? Ugye ezekbe a kis hobbi kertekbe. Nem csak a kis kerteket és a biogazdaságokat kedvelik a poloskák, előszeretettel másznak be a lakásokba is. Az embert nem tudja megszúrni. Valamilyen papír darab, káva papír zsebkendő darabban fogjuk meg, aztán dobjuk a lefolyóba. Nem érdemes ezek ellen vegyszert bevetni. Akkor pedig, ha tömegesen vannak jelen ezek a rovarok, érdemes csapdát állítani nekik. Ezt már a Tolna megyei kormányhivatal szakértője mondja. A vízre való repülésük is megfigyelhető, tehát olyan csalétkes oldatot kitenni, nedves oldatot, cukros oldatot, vagy valami olyan, aminek erős szaga van, különböző növényi nedvekből lehet ilyen kivonatokat készíteni, azokra poloskák oda repülnek, és belefulladnak mosószeres víz, tehát kell mosószert is beletenni, hogy lesüllyedjenek az edény aljára. Vagy pedig egy elektromos szúnyogcsapdával is meg lehet szabadulni a poloskáktól, tette hozzá a szakértő.